még világos van. Kulin György Csillagászti Szabad Egyetemben elérkeztünk az utolsó előtérvadáshoz. Minden kedves üstökösséről, pánztárs üstökösről fogok tartani Sáranszky Krisztián. Az üstököst is és Krisztiánt is jól ismeritek. Átadom a szót. Köszönöm szépen. Leo, persze, hogy jobban lehet. Hagyjuk, hogy levegő. Hát, de akkor itt is csuk le, mert te vagy rávetős. Na, így, úgy, ahogy. Így, ahogy. Jó estét kívánok! Önök egy csalódott ember előadását fogják hallani. Remélem, hogy maga az előadás nem lesz csalódást keltő. Nem tudom ki, hogy van vele. Különleg Sánta Gábor biztos nincs itt vele, ő teljesen lelkes. Én többet vártam ettől az üstököstől, ami most március-áprilisban volt. Lehet, hogy öregszem, lehet, hogy már finnyás vagyok. Rájöttem, hogy 20 fokos csóva alatt nekem már minden csalódás. De még nem adtam föl a reményt, majd az előadás végén ismét megragadom az alkalmat, hogy tovább reklámozzam az üstökösöket. Hát ugye ezzel a, talán aki már a haltáldásomat látta, ugye szerény nyitóképet. Ha jól sejtem, ez még egy sarki fénynek az utolsó maradványai, ami a korábbi felvételeken látszik, csak akkor még nem volt fönt a két üstökös. Ugye ami, van botom. Ami ugye a sarki fény, zöld, nem ez jó, jobban szeretem, az mindig fejek, hogy ki... Nem is az, hogy más szemét lényeg, hogy a sajátomét egyszer ki fogom világítani, mert fordítva fogom. Ugye légkörfény, sarki fény, poros üstökös, gázos üstökös, szabad szemes gömbhalmaz, nagy Magellán felhő. Tehát néhány taktikai atomfegyver bevetése a déli féltekén igazán időszerű, ezt azért kijelenthetjük, aki ilyeneket lát, az annak túlra a fülébe. Ez volt a... Ágasvár? Nem, de tényleg Ágasvár, csak meg van tükrözve. Itt jön a János az uvazzal, szerintem. Jánosnak jó azzal. Ugye a történet jó rém, manapság régen kezdődnek a történetek. Ugye régen az ember egyszer csak jött egy hír, hogy van egy nulla magnitudos üstökös a hajnali égen, hát most nem így van, most is van nulla benne, csak általában előtte egy kettes van, tehát van egy 20 magnitudos üstökös, így szokott kezdődni a történet, amiről kiderül, hogy 1-2-3 év múlva meg fogja közelíteni a napot, és akkor ugye elkezdődik egy 1-2-3 év hosszú várakozás, ami egyrészt szempontból jó, mert föl lehet készülni, más szempontból nem jó, mert az ember mindig belerovalja magát mindenféle várakozásokba. Harmadrészt azért sem jó, mert manapság az emberek már nagyon nem szeretnek, meg nem tudnak várni, és 2-3 év alatt az nagyon hosszú idő, de hát legalább a csillagászat egy kis türelemre tanít, minden egy évre, ugye lásd, nem is tudom, a hélüstökös 2061-es visszatérése és a következő 2083-as magyarországi napfogyatkozás. Ugye ez a pánztárs, sajnos elszaporodtak a gép nevű üstökösök. Én nem örülök nagyon neki, de hát ez az idők szava, ugye ez nem egy ember, mondjuk Pán Péternek valamilyen leszármazottja, aki mondjuk egy híres celebritás, akkor Pán Sztár hívják, vagy esetleg többen. Ez egy ilyen mozaik szó ennek a távcsőnek, amely rendkívül rosszul hangzó Hawaii-szigeteken működik. Nem a Mauna Kea nevű csúcson, ahol a sok minden van, hanem a Haleakalán, ami én úgy tudom, hogy részben ott katonai dolgok is vannak, tehát nem teljesen civil intézmény. És itt építettek fel egy távcső prototípust, amivel az égbolt felméréseknek és mindent, ami az égbolton látható, mozog, áll, megjelenik, annak felfedezésének a forradalmasítására tervezték ezt. Ez egyébként, hát nem túl nagy idézőjelben, egy 1,8 méteres távcsövet. A teljes égboltot szeretnék minden területéről, ha jól tudom, ami látszik innen 60 darab, 60 képen végigrögzíteni, több szűrővel, tehát a végső kép az ilyen 24-25 magnitúdós határfényességű, három év alatt ennyit elér, három év alatt végigvinni ennyi képet rögzíteni a Hawaii-szigetekről látszó teljes égboltról, és a felvételeken persze az, hogy rögzítjük amellett, egy szupernóvákat, kisbolyókat, üstökösöket keresni. Az, hogy az egy távcső hogy tud ilyen gyorsan végezni, igen, vannak itt még
Egy csúnyább, egyik vulkánról át lehet lenni, a másik vulkánra, nem. Rossz környezet, ugye szép kis antennák, valamivel le kell játszani ezt az 1-2 terabájtot, ami keletkezik egy éjszaka. Ugye eleve, hogy ezt a felmérést csinálják, azt hiszem olyan 5 négyzetfok körüli, 2-4, hát lehet, hogy 8 négyzetfok körüli látómezeje van a távcsőnek. Emiatt hát ez a tükre, hát nem tudom, malomkerék, vagy nagyon bénán néz ki, de még ilyenebbek lesznek a jövőben, hogy még nagyobb központi kitakarás, tulajdonképpen ezek nem távcsőtükrök, hanem ilyen távcsőgyűrűk. Mindez azért van, mert egy nagyon rövid fókusz, és hogy nagy látómezőben éles képet produkáljanak ezek a távcsőek, de így néz ki egy nagy, modern, nagy látómező távcsőnek a tükre, és majd a 8,2 méteresnek arányaiban még nagyobb lesz a központi kivágás, de hát ugye mivel nagy a méret, ezért itt azért maradt felület még fényt gyűjteni. Itt látható beszerelve a távcsőbe, sok-sok évig építették, és el is húzódott a startolá, az indulása, részint a szerkezet miatt, emiatt a furcsa szerkezet miatt, részint az abszolút újdonságnak számító CCD miatt. Segítek, ez itt 8x8, itt az élségben nincsenek bent ezen a képen, 64 CCD van, de valójában ezek nem egyedi csipek, hanem szintén 8x8 darab CCD-ből állnak, mégpedig 600x600 pixelesekből. Nem 600x600, miért jön, hogy van benne ilyen pici, 4000x4000 stabilan működő csipeket is gyártak, azért, mert ez OTCCD-k, ez az ortogonális, jobb, mi az a CCD? Az, ami a digitális detektorokban van, az a CCD, ami a digitális fényképezőgépekben van, ugyanazt használjuk, majdnem ugyanazt használjuk mi is. Digitális képrögzítő szenzor. Tulajdonképpen, tehát 64x60, nem tudom, valaki szorozza össze, hány darab CCD van benne, kicsik ilyen 600x600-asok, de ugye ez az OTCCD, ugye azt tudja, hogy valahogy sokkal jobb lesz a felbontása, ha jól sejtem. Hát tudják vele a kicsit a színget javítani. De hát sok gond volt vele, mindegy azért, hogy 2010-ben elindult a program, itt látható beszélve, különbözően 40 cm átmérőjű, úgy kell elképzelni. Igen, természetesen szűrővel a Sloan szűrők vannak, tehát ugrízban, UGRIZ, és van egy ilyen széles áteresztésű, ami dupla vével, szerintem így jön ki a 6, aztán így jön a 60 kép, és mindegyikből talán 10. De megmondom ezt, ebben annyira pontos, csak ennek a CCD méretnek néztem utána, mert ez ilyen nagyon extrém, hogy 64x64 darab CCD van benne. És hát természetesen ugye ilyen látómezőkkel kb. 21-22 magnitúdó határfényesség egy éjszaka átnéznek 2-300 négyzetfokot legalább a távcsővel, tehát jönnek az üstökösök rendesen. Az elmúlt két hétben például 3 üstököst találtak a Pan-STARRS program keretében, de most egy nagyon jó két hét volt, mert egyébként 9 új üstököst fedeztek fel, sőt ma 10, már Lászágra is kijött. Az elmúlt mondjuk 20 napban felfedeztek 10 új üstököst, az egyikről majd szó is lesz, ha nem feledem az előadásba. Ugye hát egy ilyen kis piszmogiként találták 2011 júliusában, bőségesen a Jupiter pályáján túl, olyan 20 magnitúdó környékén. Nyilván ekkor még nem sejtettem, hogy Dániel nelvtárs miben is utazik. De aztán ugye hamarosan kiszámolták az üstökösnek a pályát, és kiderült, hogy csuda dolgok. Ugye általában 10-ből 9 az mondjuk ezekből a felfedezések például a Pan-STARRS-ról bejön mondjuk a kicsit a Jupiter távolságán belül, és kifényesedik 20-ról 17 magnitúdról, tehát nem olyan vészes, de kiderült, hogy itt egy nagyon nagy fogást sikerült ejteni, ugyanis kiderült, hogy 13, március 10, tehát nagyjából egy jó 1,1 év 9 hónap utazás után az üstökös, ebből a hatalmas naptávolságból, egész a Merkur pályáján belül, hát ugye távolságra, ugye persze a döntött pálya miatt ez itt
úgy látszik, mintha nem lenne, de 0,3 csillagászti egységre, ugye ez a Merkur közép távolságon belül van egy kicsivel, ha jól sejtem, megközelíti majd a napot, tehát várható, hogy nagyon felfényesedik, hiszen ugye kicsi naptávolságban majd nagyon sok anyagot bocsájt ki, és még emiatt a majdnem 90 fokban dőlt pályája miatt ugye lement, ahogy itt megtalálták, ugye a Hawaii-szigetek is az északi féltekén van, lement szépen a naprendszer síkjáig, délen fordult, kicsit a délieknek is legyen valami, de aztán szépen meredeken följött északra, ugye aki követi a pályáját, most már fönn van a Cassiopeiában, és még mindig emelkedik északra, ugye ez volt az útja, tehát kis déli, és nagyjából itt pont a napközelség idején számunkra is láthatóvá vált, úgyhogy ez egy olyan üstökösnek nézett ki, ami jó lesz délnek, és jó lesz északnak is, nem lesz kétüte, de itt látható az égi útja hosszasan a felfedezés után. Mi ez? Az itt a Skorpióba talált, hogy és jaj, itt meg fölrohant az északi égboltra. Ez volt a várakozás. Itt látható a számunkra érdekes szakasz, ugye látható, ami a térben egy nagy meredek emelkedés az, hogy az égre vetülve szintén egy nagy északi irányú rohanás, egészen majd, ha jól emlékszem, föl május után a Kisgöncölig, de már most is cirkumpoláris, tehát állandóan megfigyelhető az üstökös. Számok, nem lehet még csillagászti eladás, ugye számok, látható, hogy később május 21-e egy hónapra visszamenőleg megtalálták. Ugye, amiről már sok szó esett, hogy én legalább sokat beszéltem róla, hogy ez nem tiviás az utóbbi hónapokban, hogy hogyan lehet megmondani azt, hogy egy év 9 hónap alatt egy a Szaturnuszhoz közel, az távolságában járó apró kis üstökös milyen fénye. Erre vannak tapasztalati úton lehet megmondani, ami tapasztalatokat lehet képletekbe önteni, de nincs semmiféle törvényszerűség, amely azt mondaná, hogy mindegyik üstökös ugyanúgy fog fényesedni, hiszen itt teljesen változó összetételről, méretről, aktív területről van szó. De van még egy támpontunk, ami az utóbbi években derült ki, hogy lehet, hogy ahogy a nap felé közeledik, hogy alakul a fényesedés, ez pedig itt ez az E nevű, excentricitás nevű érték, ami azt mutatja meg, tulajdonképpen arra utal, hogy mennyire elnyúlt az üstökösnek a pályája, milyen messziről érkezik hozzánk, egyáltalán azt is szemlélteti, hogy először jön-e be a naprendszer belsejébe, vagy már többször járt nálunk. Ez a többször járt, ez azt jelenti, hogy ha már 100 000 év a periódusa, vagy 50 000, már akkor is többször jártnak számít. Tehát ez a, ha ilyen nagyon a parabolához közel, ez azt jelenti, hogy több millió év a keringési ideje, és az arra utal, hogy először jár a naprendszerben, és a pásztász üstökössel pont ez történt, és az a baj, hogy ezek azok az égitestek, amelyek távol nagyon kifényesednek, azt a elvárást keltik, hogy majd ez milyen fényes lett, ezek ugye meg is voltak ezek az elvárások, majd -1, -2 magnitúdó, de aztán ez a fényesedés lelassul, ahogy közeledik a naphoz, már nem fényesedik olyan gyorsan. Itt látható, hogy összvilági fénygörbe, egész talán a mostani napokig az üstökösről. Itt ez ugye olyan szépen látszik, de valójában ezt a görbét, ami rá van illesztve ide a pont halmazra, ezt többféle, tehát többszöri változásokkal lehet csak leírni ezt a piros görbét, hogy megrajzoljuk. Mégpedig, hogy egyrészt az abszolút fényességnek, tehát hogy mondjuk majd mikor egy csillagászti egység távolságra ér a naptól, és hogyha akkor egy csillagászti egység lenne a Földtől, milyen fényes lenne, látható, hogy ez milyen drasztikusan, ugye -1,8 volt még, hát egy évvel a nap közelségig, tehát ebben a hát 2012-ig szép gyorsan fényesedett, ahogy kell, de utána úgymond elhalványodik az abszolút fényességbeli elvárás, és itt ez a paraméter, ugye, ami azt mutatja meg, hogy a naphoz közeledve mennyire gyorsan fényesedik az üstökös. A 18 az azt jelenti, hogy nagyon gyorsan fényesedik, tehát nagyon érzékeny a naptávolság váltásra, az is a gyors fényesedés szépen 10-re, 7 félre ellanka, tehát bár hiába látszik ez itt a nagyon élesnek, hogy ez itt a skálázás miatt van, valójában az üstökös elfáradt a nap felé közeledve, ezt itt érzékelteti azok a fényességbeesések, amelyek készültek most a napközelség idején, ugye ez a szürke lett volna az, hogyha tartotta volna azt a legalább ezt a 10, ez egy ilyen kanonikus érték, általában ezzel szoktak eleinte kalkulálni, mikor még nem ismert pontosan az üstökös ügyetéket, tehát ezt a 4 magnitúdó és 10-es fényesedést tartotta volna, akkor a piros görbe. Hát látszik, hogy ugye itt ezek a lelkes észlelők, itt azért itt vannak a reálisak,
látszik, ugye a többség az ide teszi. Hát ez a valóban ez a másfél-két magnitúdó, ez tényleg úgy a látvány alapján reálisnak tűnik, bár nagyon nehéz volt néhány fok magasan fényességet becsülni erre az istökösre. Még egy kis szívfájdítás a déli féltekéről, egy talán még szebb felvétel, mikor nekik a Pan-STARRS már kezdett átlépni, ugye ez március 4-e, március 10-én került napközelbe, és tehát nagyjából ezektől a napoktól kezdve látszott az északi féltekén, tehát ez pont az, amikor még igazából csak a délin, és itt ez a később 2012 márciusában felfedezett, és sokan állították nekem, hogy már pedig nekik ez a kék hosszú csóvás jobban tetszik, mint ez a rövid sárga. Tehát alkalmas, ez is egy nem rossz üstökös. Erről egyébként még nem kell lemondanunk, jelenleg a déli féltekén van, ő még nem jött át az északira, sajnos már halványodik, február 24-e óta távolodik a naptól, de amit először mutatok egy képet, még egész jól bocsájtja ki magával az anyagot, és május közepén talán már visszaér végre az északi féltekére. És akkor haladjunk, hát időrendben összegyűjtöttem össze néhány külföldi képet, ugye február 14-én, még egy hónappal a napközelség előtt már szépen bocsájtotta ki magából a poranyagot az üstökös, szépen van a pályája mentén, egy nagy méretű porszentségből és a kisebb porszentség pedig, azok ugye inkább a nap sugárnyomásának engedelmeskedve, és látszik, hogy a gázanyag is szabadul ki, ugye ez a kékes haló, ez a gázoknak a fénylése az üstökös feje körül, tehát ami azt hát itt talán látszik halványan egy ezekből a gázokból formálódó ion csóva. Ugye szép kis üstökösnek néztünk elébe, Ausztráliából már február 17, aztán már február 28-ára már nagyon szépen megjelent, elkezdett itt, ugye megmaradt ez a főcsóva, az nagyon nő, megjelent egy ioncsóva, és ez a furcsa lehajlás, ami aztán még későbbiekben csak egyre fokozódott, és talán az egyik utolsó március 5-én, ez a 64 méteres Parkes rádióteleszkóp Ausztráliából, hát egy, látható, hogy a csóva hossza egy egyharmad rádióteleszkópnyi körülbelül, olyan fél egy-két fok körülbelül, tehát több mint 21 méter azért, de nagyon, nagyon szép felvételek készültek, és akkor amíg az üstökös a legrosszabb láthatóságát töltötte, ugye március 10-én napközelségkor, nyilván a naptól a legkisebb a szögtávolság, és elég nehéz volt megfigyelni, egy kb. 10 nap alatt szépen átcammogott a sztereó napkutató szonda látó mezejében. Ugye a Földről nézve, a Föld közelébe keringő szondákról ez nem tört, tént meg, mert viszonylag messze volt az üstök és az ő látómezőjükhöz képest, de ugye ezek a sztereószondák elég messze vannak a Földtől, majdnem már a Föld túloldalán vannak a földpálya mentén, és az egyiknek a látószögéből szépen lehetett látni, hogy az üstökös elmegy a nap mellett. És ugye amikor megjelent, hát ezek ilyen feldolgozott képek, nyilván sok mindent kell rajta processzálni, úgyhogy különböző képen az a sötét fekete árnyék az nem a sötét anyagnak a felfedezése, hanem a kép feldolgozások során jelent meg felvételeken. Na most én, nem lehet minden animációt csak úgy lelopni, legalábbis én nem tudtam, reméljük lejátsza. Igen, itt van, ez talán egy kicsit hosszabb, itt látható a 9 napos elvonulás. Ugye szépen, nagyon-nagyon látványos volt, borzasztóan kinyílt az is. Hú, ott lobog az ioncsóva, de jó volt, ezt pedig nem is vettem észre. Hol a botom? Hol lobog az ioncsóva? A lobogó ioncsóvát akarok mutatni. Ugye szétnyílik nagyon szépen az üstökösnek a porcsóvája. Megjelennek a szálak, ugye a nap. Ugye ez azért van, ez a szétnyílás. Ugye erről is jelentek meg. Na, lobogtasd a porcsóvát, vagy az ioncsóvádat. Ott lobog az ioncsóvá. Szépen, ugye azért, mert hogy fordult meg a pályája, közt ugye akkor kanyarodik tulajdonképpen, igen, ugye, és kisodródik a kanyarba, ugye szétnyílik a különböző méretű porszent, csak nem tudják követni ugye, ez mi az ez? Ja, ez csak a Godard-nek a refrénje. Nem tudják követni az üstökösnek a, úgymond az,
tulajdonképpen a fordulását, és ezért nyílik szét. Ha aki emlékszik rá, 2007-ben a McNaughnak is ugyanígy nyílt szét a csóvája, hogy amíg mi néztük, addig szép egyenes volt, majd hogy közeledik a naphoz, nagyjából egyenes maradt, de hogy hirtelen a napot, ugye nagyon élesen, persze nem látszik, de megkerüli az üstökös, hogy nézzük a pályát, ugye nyilván az addig erre álló porcsóval szépen szétnyílik egy ilyen legyezővel, szépen szétszél üstökös, és ezért napközelség után jobban szétnyílnak ezek a csóvák, általában ez a tapasztalat, ezért napközelség után mindig szebbek az üstökösök. Van itt nekem még egy, igen, ez egy kicsit másik feldolgozás. Itt vissza is megy az üstökös rögtön. Hát ez egy ilyen időgép jellegű. De ahogy a nap-nap kitörés, semmi köze nem volt az üstökös, tehát teljesen más irányba ment. De ezeken a feldolgozások itt még jobban látszik. Van itt egy hatalmas, ilyen egyenes, hát valami, valószínűleg ez a nátrium csóvája az üstökösnek, de hát sok érdekes látszik ezeken, amiket korábban nem tudtuk megfigyelni. Itt látható egy kis szembefordítás, egy tükrözéssel, egy feldolgozott, meg egy feldolgozatlan, ezek mind-mind a fantasztikus porcsávok, ez meg azt mondják, hogy ez a nátrium, és ugye mivel a túloldalt van, ez az űrszonda, szépen még a Föld is, mi meg innen nézzük. Üstökös, láttunk mellett egy űrszondát, űrszonda, látja mellette a Földet, nagyon szépen néz ki. És akkor szépen jön. Szállnak. Na hát ez nagyon jól nézett ki, ugye itt talán ez az egyik legszebb feldolgozás, jó kifolyva az üstökös feje, tehát nagyon fényes volt, de egyébként a szondához közelebb volt, mint hozzánk, tehát azért is volt ilyen. 20x20 fok? Majdnem biztos vagyok benne, hogy 20x20 fok. 20x20 fok, ugye világűrből van, ugye erősen a porra, vörösre érzékeny, azt hiszem, ez szűrő nélküli CCD kamerák. Nem, vannak rajta, van rajtuk szűrő. És akkor megérkezett ugye az északi féltekére. Jézusom, puskázok. Fogja, fönn van, március 15-én. Jäger Mihály, osztrák amatőrtársunk. Korunk egyik legjobb üstökös fotós. Hát itt még látszanak a körülmények, ugye ház. Ez itt egy turista ház. Én nem értettem, hogy miért használ, a felvételén a csoboszalányban, hogy használ fényszennyezés szűrőt 2200 méter magasról, de akkor az valószínűleg ezért van, mert valószínűleg egy valami település, vagy sítelepülés, nem néztem utána, arról fotózhat, és van valamennyi fényszennyezés. Hát és akkor látszik, hogy tőlünk is ugye szépen látszottak a szétnyílt sávok, gyakorlatilag 90 fok széles csóvája volt az üstökösnek, és hát akkor elkezdte szállítani a döbbenetesnél döbbenetesebb képeket. Ugye itt egy ilyen kis, valami kis vékony csóva, itt látszik mellette egy másik kék, itt van egy ilyen gőzmozdony ez, egy üstökös. Nagyon, nagyon, nagyon furcsa, hogy miért növeszt ide oldalra csóvákat, teljesen, hogy hogy kerül ez ide, és akkor többféle méretben csodálatos képek. Sajnos a szabadszemes látvány az ezt messze nem ért el, tehát fotózni kellett, ezek a több hosszú fogos. És akkor ugye van itt egy, hát többféle elmélet volt, hogy akkor ez itt a nátrium csóva, ez meg itt valahogy az ion csóvája, de olyat is olvastam, hogy ez az úgymond az ion csóva, ez a szélesebb meg huszább, ez pedig azok a gázok, amelyek ugye kiszabadulnak a porszemek, kilökődnek iszonyú erővel, és hogy a porszemekből még szabadul fel gáz itt a csóván belül, és az formál még egy gázcsóvát. Ugye ezt is olvastam, ezért lehet két ilyen egyenes ion csóvája. Érdekes felvetés. Igen, hát ez, hozzá tudnék el, ugye itt ezek a szálak, ez is egy olyan viszonylag közkeletű, azt kell mondjam, hogy tévedés, hogy ezek azért alakulnak ki az üstökös csóvákba, ezek a nagyon érdekesen bordázat vagy szálas szerkezet, mivel az üstökös mag forgása miatt van. Forog az üstökös mag, és akkor periódikus az anyag kibocsátás. De ez nem így, tehát ugye akkor valójában belegondolunk, akkor így lennének a csíkok.
vízszintesen, nem pedig függőlegesen. Más miatt alakul ki ez a szerkezet, itt látható még egy, ez Lorenzo Comolli, aki szintén egy nagyon, és ugye bennem akart hinni a személynek, mikor ezeket meglátta. Itt különálló még egy porcsóva por, és itt is szépen látszik, ugye kék mind a kettő valamiféle gázcsóva. Hát fel tudja, hogy kék színű, nem tudom, a nátrium, szerintem annak nem kéknek kéne lenni, tehát valószínűleg ez két ion csóva. Tényleg a különböző szerkezet. Na és akkor itt van egy magyarázat, nagyon örültem, hogy megtaláltam, ez két ábra volt, úgy kellett összepakolni, ami nagyon sok mindent megvilágít az üstökösökkel kapcsolatban. Ugye ez ugye nem az aktivitás változása miatt van ez a bordázottság, hanem a különböző méretű porszemek különbözőképpen reagálnak ugye a napnak a sugárnyomására. És szépen ugye nyilván a nappal ellentétes irányban, mert az ioncsó vannak, ugye a leggyorsabb sebessége, leginkább egyeneset tartóan a legkisebb porszemek vannak. Ugye azokat tudja a nap sugárzás gyorsan fölgyorsítja, eltűznek az üstökös mellől. És hogy haladunk szépen odébb, úgy, ugye itt a 3-tól 6 mikronig, tehát 0,3-től 6 mikronig, szépen, hogy egyre nagyobbak vannak, ugye az üstökös egyre kevésbé ugye a nap elsodró irányát, hanem egyre inkább megmaradnak vagy az üstökös pályája mentén. Ahogy kidobódnak, ugye sokkal inkább az üstökös mozgása marad meg az ő mozgásukban, hiszen a nagyméretű szemcsét, a napsugárzás nem tudja annyira az üstökös pályától kimozdítani. Akkor szépen itt ugye egész 6 mikronig, és ezek alapján feltételezhetően azt mutatja, hogy nyilván nem egyenletes, akkor valamilyen anyagminőség van az üstökösnek az anyagába, nem egyenletes a szemcsáloszlás és az anyagminőségtől függően ugye a különböző méretű, jobban reprezentált méretű szemcsék összeállnak ilyen szép kis szálakká. És itt van egy kis gyerekség, ez az oldalsó szál, ez valójában a legnagyobb porszemcsék, amik gyakorlatilag kijelölik az üstökösnek a pályáját, és véletlenül ezek azok a porszemcsék, amelyek nagyon régen, tehát lehet, hogy hónapokkal korábban szabadultak ki, és azok alig lemaradva, mivel nagyon kicsit hat rájuk a nap sugárnyomása, szépen követik az üstököst a pálya mentén. Tehát ezért nyílt szét az üstökösnek a csóvája, ezért szét, mert a méretkülönbség ugye látható, az jelenik meg, amikor nagyon sok anyagot kidob. És hát nyilván ugye a látószög is, ha erre az egész szerkezetre, persze ha éléről látnánk rá a pályasíkra, nyilván nem is jelenne meg így. Tehát fontos a látószög is, tényleg ennél a fordulásnál, ugye, hogy az üstökös hogy van, ugye ez sok mindennek a játéka, de most pont oldalról látunk rá szépen az üstökösnek a pályasíkjára, és akkor szétnyílik ilyen szép kis legyezője. Így látnánk, akkor sokkal kisebb lenne. Tehát sok-sok tényezőből áll össze, hogy néz ki egy ilyen csóva, hogy kerüli meg a napot, mi hogy látjuk, és hogy milyen az anyag kibocsátása. És akkor haladtunk az időbe, sajnos ez volt az, gyakorlatilag, ugye ez volt az, amikor visszatámadott a tél, tehát ilyen március 23-tól április közepéig gyakorlatilag alig van észlelésünk, többek között az Andromeda köd melletti elhaladásról is lemaradtunk, pedig hát nem lehetett csúnya, hogy szépen itt továbbra is látszik üstökösnek a hatalmasra szétnyílt jaj legyezője. Aztán ez már április 10-e, itt kicsit változik, itt a valószínűleg ugye változik a ráadás, hogy itt van ez a vastag, a pályasíkot kijelölő, és közben az apróbb részek, azok mégis valahogy bekerültek át, ezt meg kéne nézni, hogy látható, hogy van itt pontosan, hogy kezdünk el rálátni. Hát egyszer talán elég a 180 fokot pár hét múlva, az lesz majd a vicces, érdekes üstökös csóva ez. Szép, de igazából így fotókon. Azt kell mondja, hogy vizuálisan számomra elég csalódás, hát ez a legfrissebb, ez 22-e, ugye, ahogy előre jeleztük az évkönyvben, és az IC10 jelű lokális halmaztagot a Cassiopeiában mostanában közelíti. Másik kettő is az volt. Már azok is azok voltak? Igen. Egyel előtte. Elvészi 147 és a 185. Az Andromeda ködnek a másik tényleg. Két kísérő galaxisa. Hát már Cassiopeia a déli részén van. Uh-huh. Hát rossz helyen ment ez az üstökös. Igen. Kár, hogy nem tudok így fotózni. No, lássuk, hogy mit sikerült összehozni nekünk. Az első fotónk,
március 10-éről származik, de nem Magyarországon készült. Sebők György és Sebők Vajda Vanessa a Tejde oldalából készítette március 10-én, 2200 magasról, ugye Kanári szigetekről. Több más fotóstársaságában azt mondták, hogy mindenki rohangált a parkolóba, kereste a jó helyeket. Hát itt még nagyon közel látszik a horizonthoz, de viszont olyan hangulatos. A csóvának csak az első félfokos kis része látszik, de hát ugye fénylik, mint a veszedelem, semmi, nulla csillag van a képen, tehát itt azért a csillagszerű maga nagyon jól nézett ki. Március 11-én tudtuk el össze, akkor végre kiderült hazánk fölött is, és ezt a képet válogattam be, ez Piszkés tetőről Csák Balázs készítette. Ez itt, ha jól sejtem, pont a, ez itt Pásztó fele. Itt van Ágasvár, majd ha jól sejtem, itt meg talán az Ólomhegy pont arra látszott fölfele. És nem erről a napról, még van Cseh Viktornak egy ilyen nagyon szép digitális rajza, Üstökös nyugta felhők között. Ugye nem három részre szakadt, hanem különböző időkben készült. Aztán 11-én a Gyuri meg a Vanessa megint följutott, nem 12-én készült ez a gép, 11-én, mert 12-én is voltak, és hát igen, én megnéztem az eredetén, tessék elhinni, itt az Uránusz van, tehát látszik a kis 5,5 magnitúdos jaj pöttye, mellette az épp elhagyott üstökös, meg a 14 ceti is. Látszik? Hát fényes, egy-két magnis az a fej, de nem az igazi. Szabó Árpád fotója 16-a, ez volt a következő nap, ugye volt megint 5 nap borult, csodálatos módon 16-án kiderült, hát lehetett valami fotókat, ez egy kicsit nagyobb műszerrel van, itt valami már sejthető a csóva kinyílásából is. Igen, egyrészt mert Miklósnál szól a rádió, másrészt mindjárt felszúrja az adótorony, a Lakihegyi adótorony, az üstököst. Lakihegy, ugye gyakorlatilag egy mélyedés, aki már járt ott. Ez Landi Gyebnár Mónika, Veszprém, ugye fényképezőgéppel a nyakában alszik szerintem, emiatt mindig minden égi eseményt lefotóz. Hát, igen, tehát, na, szóval a Lovejoy másfél évvel ezelőtt az ilyenkori képekkel már 20 fokos csóvát neveztett, és én olyat szeretnék látni. Szokásos hármas határhegyi túránk egyike, ha jól sejtem, igen, 16-án jutottunk föl Becsehelyről egy fotó, ami viszont eljutott, hogy ezen látszik, azért ez egy jó kép, ez a bizonyos magárnyéknak nevezett jelenség, ami természetesen nem az üstökös magnak az árnyéka, de a nagyon erős aktivitású, főleg porkibocsátású üstökösöknél látszik ez, hogy egyszerűen ugye két nagyon erős leáramlás van ugye a nappal ellentétes oldalra, ahogy elfújja a port a napnak a sugárnyomása, és egyszerűen ez a két oldali leáramlás a napfelő nappali féltekéről annyira karakteres, hogy középen egy kicsit anyaghiányosabb sáv marad, és azt nagyon szépen ki lehet hozni, hogyha feldolgozgatják a képeket. Egy olasz amatőr csillagász, szégyen, de most nem jut eszembe a neve, elkérte a képeket, és kicsit ilyen mindenféle ilyen forgatásos technikáknak vetette alá, és akkor kijöttek ilyen jó kis fényesség eloszlások. Egyrészt ilyen némi aszimetria látszik az anyaghiányosban, meg még jobban megprocesszálva a képeket, hát nyilván itt a napfelőli oldalon jobban fénylik az anyag. Szitkai csillagnak a felvétele, ugye második generációs csillagász, amatőr csillagász, immár ugye Szitkai Gábor lánya készítette. Most, hogy így nézem, így kivetítve a monitorra, nekem korábban nem tett fel, itt is látszik ezen is. Kicsit látszik a csóva árnyéka. Szóval szép fotók, de én nagyon remélem, hogy az ison az majd jobb lesz. Ács Éva, ugye hölgyeket is megikletett. Egy rajz, ismét Cseh Viktortól, nagyon ügyesen, szépen rajzolgat, itt már több részlet látszik, ahogy magasabbra emelkedik az üstökös. Egy hangulatkép Ábrahán Tamástól, kis üstökössel, kis állatövi fénnyel. Szép kép. Friedrich Robert Polarisból is feltűnt már március 19-én, azt hiszem sokkal később fog látszani, de itt a Merkur irányába, Merkur néző helyünk felé, itt van az adótorony. Szépen le lehetett fotózni innen a Polaris teraszáról is. Kővágó Gábor fotója. Mónika készített szépeket, ezek itt összeadott képek. Itt azért már itt oldalra nagyon szépen látszik, mert egy furcsa másik jelenség is, hogy egy ideig ez a
a porcsóvának a peremelyen szép, egyenes, nagyon éles, ugye valószínűleg, hogy így rálátunk a pályásikra, de egy idő után elmúlik ez az egyenség, és így elfordul erre az egész szerkezet. Hát így van egy ilyen váltás, fogalmam sincs, hogy ez miért lett benne. Itt áll még ilyen valószínűleg eddig egyenes, és aztán egyszer csak így elkezd erre felé lobogni a csóvának a része, meg a többi is. Ez az elfordulás, vagy maga az egyenes? Megint ezt sokan egyeztem. Egyenes, aztán így... Szépen Citkai Gábor, az öreg is csináljon valamit. Csak ezen már nagyon szépen látszik a teljes. Ez több mint 90 fok kimérő, csak 100 fok széles üstökös csóva. Látszod, ez azért nem volt rossz. Azt látni kell. Imrétől egy kép. Szép kis csóvával. És március 23, ezt aztán az utolsó, hogy betettem, hatházi csaba, nagyon szép, szintén DSLR, színes DSLR képe. Itt már elég messze volt az üstökös a naptól, úgyhogy lehetett szép csillagos felvételeket csinálni, meg jó határfényességűt. Na hát ez már nem az. Ez a, még a, ugye a Lemon üstökös, még amikor a Kismagellán felhő, meg a 47 Tukáne, meg kérek egy NGC számot, Gábor. Mennyi? 3-6. Köszi. Majd egy menni fog. Majd ezeknek a csillagoknak a sanduleak számát is megveszi később. Csúnya kép. Na ez az üstökös, ez jön felénk. És hát február 24-én átment a perihéliumán, most már április van, mire följön május lesz, 3 hónappal a napközelség után. Hát az előzetesen olyan 9-10 magnitúdot számoltam fényességnek, ugye itt járunk most. Hát így szépen május közel, hát például messze nem lesz az ideális, ugye itt az Andromeda alatt Pegazus májusban ez ilyen nagyon, nagyon karcsú lesz hajnalba, de valami azért itt azért nyilván látszani fog. És április 20-t találtam egy 2 nappal ezelőtti fotót, Gerald Rémantól, aki Namíbiában van most éppen, mert csóró gyerek, és nem olyan rossz ez még szerintem. Úgyhogy én bizakodó vagyok, abból a kék, ugye nagyon, nagyon kék, ilyen ionos üstökös volt, és ugye azok különösen érzékenyek a naptávolság változás, ugye a gázok, azok hamar, hogy eltávolodik, ugye csökken a gázkibocsátás, és mi azok nagyon hamar eltűnnek az üstökös környezetéből, hogy azt a napszél sokkal gyorsabban lefújja, mint a port a napnak a sugárnyomása, ezért ahogy a magnak csökken a gázkibocsátása, ezek az üstökösök gyorsan halványodnak, mert el is tűnik az üstökös környezet, ugye a por, ezek a porszemcsék jobban ott maradnak, ami mutatja, hogy repülnek a nagyok együtt az üstökössel, tehát a porkibocsátású, nagy porkibocsátású üstökösök kicsit tovább tartják a fényességüket a napközelség után, na de láthatóan megindult azért itt a porkibocsátás valahogy mégis, most ebben az utóbbi időszakban, úgyhogy lehet, hogy ezzel a porral karöltve a gáz, ugye egy jó kis aszimmetrikus fénykörbét láttuk májustökösöknél, sokkal fényesebbek a napközelség után, na lehet, hogy májusban itt még ez azért szépen fog kinézni. Plusz 6, hát... Még egy pár napra az előtt. De hát egy ilyen 7-8 magnitúdóra kitart a következő 1-2 hónapban még. És akkor lesz egy szép üstökösünk. Na, meg van másik, ebből a mostani 9-es vagy 10-es menetből 2013 G5 Katalina, ez nem egy női csillagás, sajnos ez sem, hanem ez a Katalina hegyen található obszervatóriumból lett felfedezte, ezt is gép találta, de legalább ez ilyen, ez nem egy rövidítés, hanem egy hegynek a neve, és ez az üstökös szeptember 1-én fog napközelbe kerülni, tehát iskola kezdésre ér el a napközelségét, ami 0,9 csillagászti egység körül van. Az olyan egész biztatónak tűnik, hogy lehetne ezt rendesen megnagyítani. Ugye most április 28, egy pár napot pörgettem, ugye most itt van, kicsit bezúmolok, ma valahogy próbálom megforgatni. Igen. Szóval az ilyen 40 fokos pálya szépen jön északról, hát látszik, hogy át fog menni délre, de ha elindítom a mozit, meg zoomolok, meg valahogy forgatom, akkor itt van a Föld, és itt jön az üstökös. Itt vagyunk, szépen lakunk a Földdel, hát tehát elmegyünk, elmegy a Föld. Na mindegy, szumma szummárom, itt a napközelség környékén 0,4 CR-re fog el, csillagászti egységre fog elhaladni mögöttünk. Ez egy elég,
elég komoly közelítésnek néz ki. Jelenleg 3 napos pályai van az üstökösről. Ugye most, mikor azt hiszem 6-án, április 6-án vagy 8-án találták. Halvány. Az biztos, hogy olyan, hogy 19 magnitúdos, pedig már elég közel van, ugye már bőven a Mars, a Jupiter pálya, a kisbolygó övbe jár, ez egy halvány üstökösnek számít. Az a kérdés, ami a következő hónapokban fog kiderülni, ugye a pálya elemeknek ezt a bizonyos E-értéket keressük, erre körülbelül olyan 2 hónapot várni kell, mostantól számítva, ki fog derülni, hogy ez egy régi üstökös, és akkor még az is bennem a pakliba, hogy teljesen szét is fog esni, az annyira akkor az nagyon halványnak számít. Ha egy új üstökös, ha viszont régi, kiderül, hogy van valami periódus, egy néhány 10 000 év, vagy néhány 1 000 év talán, ami lehetséges, akkor elképzelhető, hogy hiába 20 magnitúdos most ezzel a néhány hónap alatt szépen kifényesedik. Talán úgy, mint a Lemmon üstökös, ez egy elég jó napközelség. Ha így alakul, és tényleg valami drámai fényesedés lesz, ebbe a közelségbe ilyen nap, meg föltávolság 0,9, meg 0,4, ebben a szabad szem közeliek szoktak lenni az üstökösök, ha nem túl bénák. Úgyhogy még az is lehet, hogy ősszel lesz még egy érdekes vándor, de mondom, ez még teljességgel bizonytalan, ez csak egy lehetőség arra, hogy legyen az évben még egy jó üstökös. Ami nem lehetőség, az ugye tekintsünk előre, egy kicsit mutatok néhány, igyekszem néhány friss eredményt mutatni, ugye tavaly szeptemberben Ison Szergej felfedezte ezt az üstököst, ugye sajnos ennek lehetett volna emberneve, de erről a kis pöttyről, hát értelemszerűen nem nagyon vették észre, hogy üstökös. Ugye így, hogy tudja az ember, hogy üstökös, így már látja, hogy erre, mintha valami kifüstölne, de a bejelentéskor kisbolygóként apostrofálta az Vitali Nyevszki és Artyom Novicsonok, és mire ugye észbe kaptak, meg hát kimutatták, hogy üstökös, addigra már csak ennek a programnak, ez egy amatőr csillagászok által ilyen üzemeltetett, mennyi legér, úgy. Program, 18 magnitúdó körül üstökös, közepesen boldog felfedezők. És ugye ennek az Isonnak gyakorlatilag egy napsúroló üstökös ilyen. Tegye fel a kezét, aki látott már napsúroló üstökösöket. Üstököst Aurél nem ér. De múltkor mondtad, hogy az Ikerszekit láttad 1965-ben. Azt merted állítani. Ez egy igazi napsoroló üstökös, 1 millió, legyen 1 millió, nagyjából 1 millió kilométerre megfogja közvetlenül a nap felszínét, kicsit több, mint 100 csillagászti egység. Tehát egy igazi, nem Kreutz-féle, mint az IKS-ek, amelyet ismerünk, de no, nem tudom, hát eszebb ez a csík, ezek a csíkok, de hol a tatópercem? Itt látszik, hogy összeolvad a nappal, ugye itt van a Merkur pályája, tehát ez nagyon megközelíti a napot. Ez azt jelenti, hogy az én olvasatom, az én reményeim szerint, hát ugye 20 foknál hosszabb csóva természetesen, tehát ilyen közelségben mindegy, hogy miből áll az üstökös, mindegy, hogy régie vagy új. Tehát itt a kvarc párolog ebbe a távolságba az üstökös kőzetébe, tehát itt minden párolog. Itt ha csak nem berilliumból van az üstökös, akkor nagy csóvát fog növeszteni. És az, hogy már ilyen korán, ugye még az lehet, hogy szétesik útközben, de hát látjuk, hogy például a Lovejoy szétesett 2 nappal a napközelsége után, mégis a porany, olyan mennyiségű por szabadult ki, hogy ez a por durung még hetekig látszott, mert olyannak is nagyon örülnék. Tehát az, hogy ilyen messze is már fényes az üstökös, gyakorlatilag 2011-es felvételeken is megtalálták, 8 csillagászti egységben már aktív volt, tehát ez egy nagy üstökös, tehát ennek iszonyú jónak kell lennie. Ha nem, akkor valaki más lesz a rovatvezető. Most megmondom. És ugye és nagyon jó az egész pálya, északról jön, folyamatosan mi látjuk. A délieknek ilyet lehet mutogatni, ha leátszik a déli féltekére, jöjjenek észre, utazzanak északra, ha akarnak valamit. Ugye ugyanúgy, mint a Hale-Bopp-nál. De egy picit lemegy délre, hogy közelíti a napot, de ez is ugye tőlünk ez abszolút nem jelentős. Tehát folyamatosan, gyakorlatilag a felfedezésétől, az előtti évektől, most ebben a pillanatban is mindjárt, mikor besötétedik, egészen sok-sok év múlváig, mikor már eltávolodik, és már megint csak távcsövekkel lesz látható, folyamatosan az északi féltekéről lesz megfigyelhető. Itt néhány órán át, hogy megkerülje a napot a legnapközelebb napközelbe, itt egy kicsit ugye dél
a déli féltekére ezt lát meg a csóvája, kicsit elfordul arra, de tényleg egy néhány óra vagy fél nap lesz. Úgyhogy ezt most tényleg nekünk találták ki, és ami nagyon érdekes, hogy van, hát érdekes, van analogiája, nem csak naptávolságra, hanem egyébként a pálya helyzete. És nagyon hasonlít, az 1680-ban itt járt fantasztikus Kircsnek nevezett üstököshöz, nem ugyanaz, tehát az látszik, hogy az ison nagyon hossza a keringés, de sok millió év. Tehát úgy néz ki, hogy először jön be a naprendszer belsejébe, de mondom, itt nem számít az, hogy ilyen távolságban nem számít az, hogy most öreg üstökös, és akkor lassan vagy gyorsan fényesedik. Valószínűleg a napközelség előtt el fog lankadni, és amikor novemberbe közeledik a naphoz, akkor ilyen, lehet, hogy ilyen halványka lesz, kicsit majd lehet aggódni, és csak ilyen 5-6 magnitúdós, léphogy szabad szemes mellett a napot elér, de biztos, hogy a nap mellett nagyon-nagyon fel fog fényesedni. Érdekes dolog, és egyébként ilyen hasonló pályaelemmel a 60-as években is jártak itt üstökösök, de a pályaszámítás még azt mutatják, hogy igenis több millió év a keringés ideje. Mert az is feltételezhető, hogy egy nagyon hosszú keringés ideje üstökös, ami szétszakadt legutóbb, hiszen ilyen napközelségben gyakorlatilag mindegyik üstökös, tehát az Ikejaszeki, az 1882-es is darabokra hullanak annyira, a napsugárzás annyira hat rájuk. Szóval lehet, hogy ez egy régebben széthullott üstökös, és most jön vissza, de ilyen keringési idővel ez meg nagyon nehezen elképzelhető, hogy egy furcsa dolog, az meg eléggé misztikus, hogy miért jön gyakorlatilag ugyanolyan irányból több úgy hasonló pályállami üstökös, hogyha nem. Tehát valamiféle közös eredetnek kéne lenni. Ez egy érdekes dolog. Hát vagy az van, hogy tényleg sok-sok millió év a keringés idő, és 5 vagy 10 millió évvel ezelőtt már volt egy nagy közelség. És most meg ilyen több száz évre szétszakadva jönnek vissza a darabok, vagy nem tudom. De ez biztos, hogy nem lett véletlen, hogy több, tehát hogy van 20 ilyen, itt 20 olyan üstökös, ami nem Kreutzféle napsúroló, és megközelítette a napot 0,1 csillagász tercsénél jobban, és abból 3 vagy 4-nek tökre hasonló a pályaeleme. Tehát ez túl vad véletlen lenne. Ja igen, hát itt ugye régi, hát itt láthatóak a dimenziók, hogy mit várunk, én ezt várnám. Tehát egy nagy, hosszú, egyenes, fantasztikus csóva az Isten, hogy ne tessék kuncogni hátul, igenis ez lesz. Nagy, hosszú, egyenes csóva. Már sokkal közelebb vagyunk hozzá, mint tavaly szeptemberben, amikor kiderült, hogy egy ilyen jön. Most már eltelt 7 hónap. Már csak még 7 hónapot kell várni, nagyjából, hogy fényes legyen. Itt látható az útja, ugye szépen, de most a november 1-től szépen Leo, Virgo, Libra, ő egy nagy kanyar, itt lesz majd a nap, és akkor föl. Ugye amikor távolodik, akkor még megközelíti szintén 0,4 csillagász tétségre a Földet is. Tehát, hogy jön el, és itt áll a 80 fokos csóvája, még eljön a Föld közelében is. Tehát tényleg ennek be kell jönnie, ezt nekünk találták ki. És el is kezdtük idejekorán az üstökösnek a követését. Kuli Zoltán fotója január 7-éről, volt derült a télen, nem sok, de ez akkor készült. Lehet, hogy a Piszkés is mittel van, csak az én fotóm is. Ez az én fotóm is, az a Piszkés is mittel készült, január 7-én csak a Zoli dolgozta föl. Hát igen, még messze jár. Ugye a csillagok azok, mivel az üstökös mozgására lett összeadva, a csillagok kicsit elhúzódnak, de itt még ugye csak egy kis blöbb volt, pont opozícióban volt, és ugye azért nem látjuk a csóvát, mert ugye benne van a kómában, ugye ez pont tőlünk elfele néz, tehát amikor bele végignézzünk a csóván, egymást érdekes mondani, egy kis fényesedés is keletkezett az üstökösbe, ugye, hogy vastag poroszlopon néztünk át. Ez a felvétel február 28-ai, ez mind a Piszkés tető is mit távcsővel készült. Látszik, hogy szépen, ugye, hogy elmentünk opozícióba, most már belátunk az üstökös mögé, meg nő az aktivitása is, tehát szépen lassan, lassacskán fényesedik, most már olyan 15,5 magnitúdos fotografikusan, és talán 15 vizuálisan. Elkezdte, már nem hosszú, tehát 10-20 másodperces ez a porcsóba, de hát még messze jár azért, messze jár. Ha szépen van aktivitás, igen, ezt itt nem töröltem ki a másik verziót. A harmadikat sem. Igen, sikerült túllendülni a február 28-ai képen, ez pedig április 10-én, ugye két részletből lett összerakva, most fordul a stacionárius pontjában, nagyon lassan mozog, de látszik, hogy még ez ugyanaz a... Látszik ezen ténylegesen? Hát mintha hosszabb lenne már a csóvája. Kicsit talán növesztette, látható, tényleg üstökös mozog a csillagok. Jézusom, ez szerintem április 10, igen, ez utolsó. Még egy kis
lesz majd a Szohónak a képér, és ugye nyilván átmegy, mint napsoroló üstökös. Gondolom le kell majd venni tizedére megint az expozíciót időt, mint a Meknónál. Szépen majd itt is nézhetjük a nem csak élőben az égen, hanem nappal is lehet nézni, amikor itt világos van. Ezen a szakaszon persze nappal égen is látszani fog majd az üstökös. Ezt is most előrejelzem szabad szemmel. És hát egy ilyesmit várok. Ez a Lovejoy üstökösről az egyik legszebb felvétel. Még 2012. januárjából, 11 karácsonyáról. Szóval ilyesmi. Még azt is megmerem kockáztatni, hogy ilyen, tehát nem lesz egy ilyen széles legyező. Ugye a napsuroló üstökösöknek ez nem sajátja, hanem hogy a régi ábrázolások meg gyakorlatilag az összes Krajc félénél látjuk, gyakorlatilag egy egyenes, vagy nagyon gyengén görbülő, de nagyon fényes és nagyon hosszú csóva várható. Tehát én ezt látom, halszemoptikákat tessék bekészíteni, meg teljes égbolt kamerákat. Úgyhogy reméljük, hogy ez lesz, nem lesz olyan picit csalódásos, mint ez a Pánsztársz, és akkor már majdnem ennyire boldogan megyek nyugdíjba, hogyha ez az üstökös bejön. Ha nem, akkor boldogtalanul fogok nyugdíjba menni. Köszönöm szépen a figyelmet, mit szerettem volna mondani.